Egy záró konferenciával folytatjuk. Szegedi civil szervezetet is bevontak abba a 2 éves nemzetközi programba, melynek záró konferenciáját Bosznia-Hercegovinában, Mostárban tartották. Az európai integráció volt a fő témája, a regionális partnerségek az interkulturális együttműködésért címet viselő kétnapos tanácskozásnak. Így hazánk részvétele az uniós tapasztalatok szempontjából volt fontos a nyugat-balkáni országokból érkezetteknek. Számukra ismeretlen például a Magyarországon működő kisebbségi önkormányzatok fogalma. A 2 éves együttműködési programnak, melynek fő kedvezményezettje Szabadka városa, egyik legfőbb célja, hogy az uniós és a nyugat-balkáni civil szervezetek jó partnerséget alakítsanak ki egymással, továbbá a helyi önkormányzatokkal és hivatalokkal. Ova sredstva za realizáciju ovog projekta Szabadka önkormányzatával közösen pályáztunk erre a programra az Európai Bizottság bővítési főigazgatóságának egyik osztályához. Örülök, hogy sikerült Szegedet is bevonni ebbe a regionális találkozó sorozatba, s így az ottani kisebbségeket is megszólítottuk. Főnapi rendünk az európai integráció volt, így külön jelentősége van annak, hogy olyan szervezetekkel is együttműködhetünk, akik Európai Uniós országból érkeztek. Remélem, hogy a magyar uniós elnökség után is megőrizzük jó kapcsolatunkat az önkormányzatokkal és civilekkel, hiszen az ő sajátosságaikat és tapasztalataikat is felhasználhatjuk a jövőben. A helyi kisebbségi önkormányzatok legfontosabb tevékenységei az adott nemzetiség tagjainak települési szintű összefogása, kulturális nyelvi identitásuk megőrzése és továbbadása a jövő nemzedékei számára. Emellett természetesen kultúrájuk és anyaországuk bemutatása, lehetőség szerinti propagálása a helyi többség számára is. A Szegedi Nemzetiségi Önkormányzatok Társulása 1996-ban alakult. Alapítói a szegedi német, szlovák, görög és román önkormányzatok voltak. Szegedvárossal közös fenntartású intézményük, a Nemzetiségi Ház 1998 óta működik. Alapfeladata a Szegeden élő nemzetiségek specifikus művelődési életének ápolása, kiszolgálása. Kiállítások, nyelv- és tánctanfolyamok, könyvbemutatók, filmvetítések, irodalmi, zenei és kulturális rendezvények jellemzik működését, de nagy sikerű gasztronómiai programokat is lebonyolítanak. Kohári Nándor fideszes önkormányzati képviselő szerint a konferencia a tapasztalatcserén túl kulturális, idegenforgalmi és akár gazdasági együttműködések létrejöttét is elősegítheti. Felvetődött továbbá a nyelvi képzés sokszínű bététele a középiskolai szinten, amit nyelvtanár és diákcserével terveznek, természetesen közös kulturális rendezvények lebonyolítása mellett. A konferencia résztvevőjének elmondtam, hogy 2002-ben alakult Szegeden először horvát kisebbségi önkormányzat, és azóta működik immáron, ugye a következő esztendőben lesz 10 éve jubilárisan annak, hogy horvát kisebbségi önkormányzat működik. Ezt két évvel később az önkormányzat támogatásával létrejött egy civil szerveződés, a Dugonics András Horvát-Magyar Kulturális Közhasznú Egyesület, amely lehetőséget ad pályázati források felderítésére és megpályázására, ugyanis mint önkormányzat nem pályázhatunk azokra a forrásokra, mint civil szervezet, de hogyha a civil szervezetnek ugyanaz a célja és ugyanazokat az elvárásokat tűzi ki célul, akkor ezt nagyon könnyen áthidaljuk és megvalósítjuk. A korábbi két konferenciának Szabadka, illetve Eszék adott otthont. A mostani mostári helyszín ezektől abban különbözött leginkább, hogy a jugoszláv utódállamok közül Bosznia-Hercegovinában érzékelhetőek leginkább a nemzetiségi ellentétek. Már a nehéz időknek másfél évtizede vége van, de mégis tanulságos volt elbeszélgetni az emberekkel, meghallgatni őket, ki a saját szemszögéből hogyan élt az akkori borzalmakat. Ezért is volt érdekes mondjuk Kovári Nándornak a szegedi nemzetiségekről szóló beszámolója, hiszen Szeged az ugye a tolerancia városa volt, mint korábban, és reméljük, hogy a jövőben Mostár is. Nagyon tanulságos volt a konferencia. Én nagyon sokat tanultam itt, az itt élőktől, és remélem, hogy ők is fel tudják majd használni az itt látottakat, hallottakat a közös jövőjük építése során. Ez alkalommal különös helyszínen vagyunk, ahol azok a
az események, amik a 90-es években játszódtak le a délszláv területeken, a Balkánon, azok még mindig forrongnak, legalábbis úgy tűnik az elmondottak alapján, ahol még nem békéltek meg az emberek a pillanatnyi helyzetükkel. Számukra nagyon fontos az, hogy lássák az utat, és hogy hogyan juthatnak el az Unióba, mik azok az elvárások, mik azok a követelmények, amikhez tartaniuk kell magukat úgy a vezető politikusoknak, mint a civil szerveződéseknek. A mostári konferencia résztvevői egyetértettek abban, hogy szorosabban kell együttműködniük a jövőben a helyi önkormányzatok és a civil szervezetek szakembereinek, hiszen közösen munkálkodva elősegíthetik a nyugat-balkáni országok uniós integrációját.